Valahol az embereknél ez az, ami ez a, hogy mondjam, ez a mélyen ülő Fradi, ez az, ami maradni is fog, és ez az, ami, hogy mondjam, ha az ember hogy Fradiról mesél, vagy emlegeti, az embernek úgy elkezd bizseregni a bőre, hogy ez igen. Ez a lapát, ez annak idén a Wirburg nevű, még most is a Fradi csónakház mellett lévő hát kis csónaképítő műhelyben dolgozik, ő csinálta ezt a lapátot, ezzel a lapáttal eveztem Mexikóba. Szóval ez olyan apropóló érdekes, van rajta egy pár karc, de hát ezzel lett ez a lapát patinás, ezzel hát mondjam, lett annak idén a mexikai olimpián patinás az aranyérem nyerve. Éreztem azt, hogy a Fradi kajakosok valahol mindig egy vezér egyéniségnek, vagy legalábbis példaképnek neveztek, vagy legalábbis tartottak. Most ez valahol egy nagy felelősség is volt, valahogy úgy élni, hogy ezeknél a gyerekeknél meg is maradjon ez a példakép kép, és a további sportsikerekbe, egyrészt a sportsikerekbe, másik pedig a gyerekeknek a privát életébe az ember példakép legyen. Kis államnak a képviselője legyél, kinn egy ilyen hatalmas nagy olimpián, tudod? Ilyenkor az embernek nem csak a rendelkezésre álló fizikai, lelki, pszichés hátterét kell az embernek megmozdítania, ezt megmozdítani, ezt 200%-os formában. Na most ez az, amit Mexikóban, abban a szituációban, tudod, megvalósítani nem volt olyan egyszerű, és ilyenkor jönnek az, hogy magyar vagy, ilyenkor jön az, hogy a Fradi a Latorka utcába, ilyenkor jön az, hogy emberek, akik odahaza a televíziót fogják Anno Dazuma éjjel nézni, mert hát akkor volt a közvetítés, ezek valahol nagyon szurkolnak neked. Most ezeknek az embereket cserbe hagyni azért, mert nem jól aludtál, azért, mert a paprikás csirkét nokedliva nem tudtad megenni, tudod? Ezt ilyenkor el kell felejteni. Két fiam van, német hát feleségemtől, meg hát egy fiú a Máté, akit a sportközönség hát ismer a vízilabda, a jó vízilabda eredményeiről. Hát ez így van, végül is az egész család nagypapástól, nagymamástól, anyustól és apustól fradista volt. Az, hogy a Fradi családba születtem, az egy dolog. Az, hogy egy ilyen sportcsaládba születtem, ahol számtalan olimpiai bajnokság, Európa bajnokság, világbajnokság és számtalan egyéb helyezés van, én ezt megszoktam. Szóval én kész tények elé voltam állítva, hogy az ember a szomszédait meg a szüleit nem válogathatja meg. Én megszoktam, én nagyon sokat köszönhetek ennek a családnak. Én azt hiszem, hogy mindig megszokták ezt kérdezni, hogy milyen ennek a családnak a tagjának lenni. Én azt mondom, hogy nagyon jó. Én csak az előnyeit élveztem. Azt a népszerűséget, vagy azt a szeretetet, amit az ember Fradi játékosként, vagy a Fradihoz tartozva megkap, azt szerintem semmelyik másik magyar egyesületben nem kapná meg. Szerintem még egy százas egy ugyanilyen benne van, mint ami idáig volt. Egy titkos esélyes a magyar Újvári László készül ugrásra. Újvári várakozáson felül végzett. Megszerezte Magyarországnak az első Európa-bajnokságot. Nagyon kevesen tudják a mögöttem lévő székházba, akár az elnökség, akár a vezetőség, hogy 1943-ban vittek le engem a Ferencvárosi Tornaklubba a faépületbe, és 1944 óta vagyok igazolt versenyzője, se előtte, se utána, hát előtte érthető módon, utána meg már minek, én más egyesület tagja nem voltam, mint versenyző. Egy kötődése volt, mert minden ellenkező híreszelés ellenére a nagybátyám Kohut Vili volt, ez az édesanyámnak a testvére volt, Kohut Ágon, és hát összeült a családi tanács, hogy ide-oda, amoda, nem Fradi. Nem tudom, miért a három betű fogott meg, FTC. Az első bakancsomat a háború után a Ferencvárosi Tornaklum, mint munkaeszközt igényelte ki, lehet, hogy még az aláírásom megvan róla. Én büszke vagyok nem csak az Európa-bajnokságomra, hanem arra, hogy a magyar bajnokságokon itt van nálam olyan műsorfüzet, ami 1948-ból,
1947-ből és egyéb hasonló, mint ifi versenyző, mint felnőtt versenyző 16 magyar bajnokságot nyertem a Ferencvárosi Tornaklubnak, és ez valahol egy olyan hihetetlen kötődést vont magával a klubon felé, hogy nem is tudtam volna elképzelni, hogy én más melegítőt vagy más mezt fölhúzzak. Háromszor nyertem Európa-bajnokságot, háromszor világbajnokságot, illetve kétszer olimpiát lólengésben. Mivel itt születtem, tehát a 9. kerületi gyerek voltam, édesapám még egész tacskókoromban jártam meccsekre, tehát borzasztóan kötöttem a Ferencvároshoz. És végig itt is voltam sportoló, és a befejezésig. Szóval rossz gyerek voltam, nagyon eleven voltam, nagyon könnyen tudtak erről a sportról, vagy az edzésről rábeszélni, hogy tűnjek el. Nagyon szerettem, ugye abban az időszakban még ilyen grund időszakok voltak, és hát ilyen kis csapatok, vagy kis klánok alakultak ki, és hát nagyon szerettem eljárni. Tehát nagyon könnyen meglógtam az edzések, és sok probléma volt velem. Amikor nemzetközileg az első világbajnokságról jöttem haza, és akkor ugye a Fradi is fogadott a reptéren, és hát ott mondták, ott gratuláltak számomra, ez 74-ben volt. Igaz, hogy akkor említették, hogy kár, hogy nem labdarúgó vagyok, de a végén azért nagyon örültek neki. Nekem az egész életemet betöltötte a Ferencváros. Én kisgyerekkoromban 6-7 éves voltam, amikor édesapám ide elhozott először az Üllői útra egy futballmeccsre, és én azóta szinte itt élem az életemet. Egy szóval mindent. 952-ben kezdtem, és 71-ben hagytam abba, tehát közel 20 évet játszottam a Fradiban. Azok a bajnokságok, amit a 60-as években nyertük a kis stadionba, amikor a Dózsa ellen, Vörös Meteor ellen, BVSC ellen nem ritkán 10-15 ezer ember előtt nyertünk bajnokságot. Jelenti nekem az egész életemet, én is, mint a Raffa Gyuri, akivel tudtunk beszélni. Én 45-ben kerültem a Ferencvárosra, de mint center csatár. Utána aztán voltam, mint kapus, és utána mentem át a jégkorongra. Hárai Béláék vittek el innen a kis pályára, illetve a teniszpályáról, és 1946-47 óta voltam a Ferencvárosra. Akkor még Édosz volt, Kinizsi volt, és végeredményben aztán, mint Ferencváros, nyertem egy 10-12 bajnokságot. Volt egy nagyon jó mérkőzésünk Bécsben, a Webbel játszottunk, és teli volt kanadaival, 5 kanadai volt, és 3-2-re nyertünk, úgyhogy a botot kiütötték a kezemből, de még tovább vétem, és örjögött a közönség. Kitűnő volt a hangulat, ezt nyugodtan mondhatom. Elsősorban még az én ősi koromban, amikor a műjégpályán játszottunk, 1945-től 52-ig, ha jól emlékszem, akkor nyitott a Millenáros, átköltözött a hoki, utána a kis stadionba, és ma már hála Istennek a vidéki pályákra is, de a őskorban mondhatom, és minden idős, akik persze élnek még, mondhatják, óriási hangulat volt. A Fradi mezt fölvettem, de nem csak én, egyébként a többiek is, kitűnő kollégáim, játékostársaim voltak. Egész más volt a hangulatunk, a fejünk, a központi idegrendszer, a szívünk. Hát nekünk, öregeknek, akik még itt vagyunk, most is ugyanolyan érzés fog el, akármikor látok zöld-fehér színt, de különösképpen, ha a csapatom játszik akár kosárlabdát, vízlabdát, bármit, egészen más. 1948-ban kapcsolódtam be a magyar kerékpársportba, majd 1958-ban kerültem a Ferencvárosi Tornaklubhoz. Eleinte 2 évig, mint versenyző, utána edző, vezetőedző, és napjainkig pedig a szakosztály igazgatója vagyok. Célkitűzésem volt, hogy egy rövid időn belül az ország legjobb kerékpár szakosztályává fejlesztem a FTC kerékpárosait. 258 országos felnőtt bajnokságot nyertek versenyzőim 60-tól napjainkig. Az egész FTC-nek pedig most van 298, tehát elődeim össze.